Országosan már több mint 150 ezeren, Tolna megyében pedig már több mint 6 ezeren írták alá azt a petíciót, ami a magyar gazdák érdekeit védeni a következő 2021-2026-os uniós költségvetési tárgyalások során. A térség országgyűlési képviselői ezért is tartják fontosnak, hogy fórumokat szervezzenek, ahol Brüsszel terveiről tájékoztatják a mezőgazdászokat. Horváth István, a szekszárdi választókerület parlamenti képviselője azt mondja, a mezőgazdaságra fordítható uniós forrásokra nem támogatásként érdemes tekinteni, hanem olyan pénzekre, amik igenis járnak a termelőknek. A Európai Uniós való csatlakozásnak a legnagyobb vesztese pont a vidéki Magyarország volt, és ez a fajta anyagi kompenzáció az jár a vidéken élő emberek számára, hogy újra tudjuk szervezni az életünket, hogy újra tudjuk szervezni a magyar agráriumot az élelmiszerfeldolgozással együtt, hiszen az élelmiszer egy ilyen stratégiai termék. A kormány célja a magyar mezőgazdaság és a gazdálkodók érdekeinek a védelme. Ezt mondta Feldman Zsolt, mezőgazdaságért felelős államtitkár. Szerinte mindez veszélybe kerülne, ha megvalósulna az Európai Parlament terve, ami szerint a következő támogatási ciklusban az erre fordítható költségvetés 20%-kal csökkenne. A vidékfejlesztési program forrásai szűkülnének a legjobban, hiszen a megszületett javaslat alapján az a következő 7 évben 26%-kal érne kevesebbet, mint amit most fel tudunk használni, és ez bizony egy jóval kisebb tortaszelet, jóval kevesebb fejlesztés, jóval kevesebb forrás jutna a magyar vidék fejlesztésére, viszont a területalapú támogatások is csökkennének. Ez pedig jelentősen visszavetni azt a folyamatos fejlődést, amit a magyar mezőgazdaság 2010 óta elért. A forrás csökkentés mellett viszont a mostani tervek szerint nőne a bürokrácia, figyelmeztet az államtitkár.